Ahogy Izaiás könyvébe olvassuk, itt völgyeket, szakadékokat kell betölteni, hegyeket elhordani. Tehát tanítani kell, utakat létesíteni lélektől lélekig, értéktől értékig, vagy a kínálótól a befogadóig. Aztán egy végső fázis, ami az egész folyamatot is kíséri, így fogalmaznám, a tüzeknek a felszítása. Mindegyikünkben lappang valami alapérték, a megkereszteltekben mindenképpen egy belső isteni jelenlét, egy tűz. Ezt föl kell szítani, örömöt kell szítani mindenfelé, mozgásokat, hőfokot emelni. Szent hely a hazáé. Mind távol menjenek hazám szent helyétől a szentségtelenek. Tömjént mirhát viszek hazám oltárára, új szenet rakok alvó parázsára. Szelíd dombok közt meghúzódó apró falvakban kis templomok öreg papjai fogadták Balázs Bélát, a magyarországi katolikus egyház egyik legfiatalabb püspökét. A tavaly létesített kaposvári egyházmegye Kaposvártól Nagykanizsáig, Dél-Somogytól a Balatonig meg annyi feladattal várta a frissen kinevezett főpásztort. Új honfoglalás ez számára. Felrázni, megújítani és összefogni a hitéletet. Rendkívüli energiával, fiatalos lendülettel szervezi az egyházmegye mindennapjait. Táncok mindenfelé. Csinálják az emberek szívesen, hogy felejtsenek. Csendesedjünk. Nézzünk magunkba. Nem mi tesszük esetleg saját magunk sorsát rosszabbá, mert egyszerűen nem fogadjuk be az örömet. Konokul magunknak rendezünk életet, mintha mi volnánk a tulajdonosai mindennek. Kedves testvérek, figyeljünk csak oda! Mit csinál a mi, és mit tesz Jézus? A nép őt keresi. A nép gyógyulni akar. A nép nem törődik vele abba a helyzetbe, amiben van. És ez óriási, mert a népet sajnos lehet butítani, becsapni. Nekem az a gyanúm, hogy ez, úgy szokták mondani, Isten háta mögötti nép, ez külön fokra jutott, mint benne a központba, a diktatúra szívébe, Rómába szórakozó nép. Mert azt lehetett becsapni, hogy kenyeret, cirkusz nekik, aztán majd vesztek maradnak. Újdonság volt a modern hangszereléssel, mondhatom így idézőjelben, hirdetett ige, a farmer nadrág, a külső, hogy nem az a régi típusú püspök, aki görcsösen fogja kezébe a pásztorbotot, vagy pedig minduntalan az infuláért nyúl, hogy azt föltegye, nem egy barokk időből jött, hanem egy rendkívül modern, mai
ember. Őszinte, nagyon határozott, kemény és nagyon becsületes ember. Az elhervasztott katolikus anyaszentegyháznak a 40 éves múltját szeretné igen kemény kézzel visszaállítani, bölcsességgel, odaadó lelkiismeretes fűséggel. Én tudtam, hogy mivel jár ilyen területen megjelenni az egyháznak. Tudtam, hogy az emberek emlékeikbe, idegeikbe csak rosszat hordanak rólunk, tisztelet a kivételnek. Tehát a mi dolgunk bemutatkozni. Engem az se zavar, hogy félretájékoztatják a lakosságot többször még napjainkba is. Azzal biztatom a rám bízottakat, paptestvéreket, hogy minél inkább félreismernek minket, annál nagyobb és kellemesebb lesz a meglepetés, amikor a valódival találkoznak, ha sikerül nekünk bemutatni. Ön rendkívül intenzíven irányítja a Kaposvári megyés püspökségnek a mindennapi életét, viszont azt is tudjuk, hogy korábbi évtizedekben rendkívül fontosságú feladatának tekintette a fiatalokkal való foglalkozást. Mennyiben maradt ez meg, vagy mennyire jut erre idő a püspöki feladatok mellett? Sajnos egyre kevésbé, hiszen ifjúságot nem lehet irányítani fölülről és nem rendelkezésekkel. Köztük kellene élni, minden nap találkozni kellene velük. Ez számtalan mozgást jelentene az ország területén, ezt én nem engedhetem meg most. Úgyhogy kicsit ez csendes bánatom is. Szívemből ünnepi ének állal, háladalt éneklek az ég urának. Ujjomba tölt fel a hála bennem, jósága körülvesz szánként engem. Adjatok hálát az Istennek, szinte a fiatalság közé, mert mindig azért keseredtünk el, hogy hát nem tudunk a fiatalsággal beszélni, más nyelven tartják a dolgaikat, nem tudunk aklimatizálódni hozzájuk. Íme egy olyan ember, aki után tényleg ezrek és ezrek mennek, ezért bátran mondom, hogy karizmatikus ember a püspök, és az idősebb papok is mindezt fölismerve látják azt, hogy ez az az út, amit járni kell, amit mi öregek már nem tudunk járni. Most, hogy egy kicsit már megismerte az egyház, vagy lát-e már valami konkrét lehetőséget, hogy hogyan lehetne a fiatalokkal lépni? Látok, de nem tanácsos mindent az órukra kötni előre. Félek, hogy itt hagynak. Ide erősnek kell lenni ám. Hitben is, idegzetben is, mindenhogyan szembesülni ebből a, nem azt mondom, hogy semmivel, hanem hát ezzel, ami van körülöttünk. Úgy szép fokozatosan majd kapcsolunk sebességekbe. De hát válogatni se nagyon lehet, mert azt hiszem néhány év és egyszerűen eltűnnek az előttünk álló korosztályok, és csak egymásba kapaszkodhatunk, meg arra építhetünk, akik még utánunk jönnek. A korábbi esztendőkben az iskolákban, az általános és középiskolákban az oktatás szándékosan az egyház tanai ellen fordította a gyerekeket. Miként lehet ezt helyrehozni, illetve az egyház hogyan tudja hatékonyan közvetíteni tanait a fiatal korosztálynak? Ahol eléri őket, ott tudja közvetíteni. A megközelítés az
a gond, hogy hol tudok velük összebarátkozni. Mihelyt megérzik az emberi hangot, a személyes figyelmet, számukra érdekes, korszerű témák fölvetését, rögtön rezonálnak. Az sem zavar egyáltalán, hogy mire nevelték őket előzőleg, hiszen éppen ez a nemzedék a lázadó, a forradalmár nemzedék, tehát éppenséggel az is előállhat, hogy úgy lázad, hogy az én pártomon lázad azzal szemben, amit eddig kapott. A többért, az értékesebbért lázad. És melyek azok a legfontosabb kérdések, amivel a fiatalok leginkább Püspök úr felé fordulnak? Amikben megoldást várnak, tanácsot, véleményt, esetleg a kétségek eloszlatását. Részint korunk problémái, hogy mit tehetnek, mert tenni akarnak, tetvágy van bennük. Részint egy egész határozott fordulatot tapasztalunk sok év óta már a transzcendencia irányába. Tehát ki vannak éhezve csendre, misztikus tapasztalatra, Isten édességére, a bizonyosságra, hogy jó úton járnak, és szakadatlanul faggatnak a Biblia helyes értelmezéséről, hogyan imádkozzunk. Közösségek állandó témák, hogy lakótelepeken, elmagányosodott vidékeken, ők egyszerűen fuldokolnak barátságra, közösségre, összejövetelre, örömre vágynak. Hogy csinálják, hogy ez stabil legyen, ne bomoljon föl, ne fusson tévútra. Van bizonyos aggódás bennük a szüleik iránt és a többiek iránt, amit persze szülőknek jó része nem ért, egyáltalán az egész folyamatot nem érti, mert ők más légkörben nőttek föl. Itt nagyon észnél kell lennünk persze, hogy ne használjuk ki ezt a lázadó hajlamot, vagy a radikális másként gondolkodást, meg könnyen széttéphetjük a családokat, és valami egészen kis öntörvényű, izolált csoportokba gyűjthetnénk őket, de hát nem ez a cél. És milyenek a fiatalok ma? Veszélyeztetettek. Mint annak idején József Attila volt, amikor írta azt a polgárpukkasztó verset, nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, pont, és a vége az, hogy tiszta szívvel betörök, a kell embert is ölök. Én azt hiszem, hogy a költő nem csak reflexiót írt a saját sorsára, korára, proféciát is, a szavai közt oksági összefüggéseket is érzek. A szakirodalom szerint az már veszélyeztetett, akinek életéből hiányzik a pozitív felnőtt. Márpedig ezekből a fiatalokból tömegek vannak. És én értem az ő fájdalmukat, ahogy egyszer a Nagyferóval beszéltem, ki magát nemzet csótányának titulált egy időben. Ő mondta, hogy nem csinál más, csak kiénekli a színpadon a közönsége fájdalmát. De nem azok az igazi bűnösök, akik összetörik a berendezést, vagy berúgnak. Ezek már következmények. Az igazi bűnös, hogy idézzem nemzetünk nagyját, Nagyferót, aki nem tanította meg ezeket a gyerekeket hitre, aki egy indián könyvet nem tudott nekik elmesélni. Ott van valahol a felelősség. A pozitív felnőtt, hogy hiányzik. Úgyhogy én értem valahogy belülről őket, és a lázadásukat is értem, és igenlem is jó részben. Milyennek szeretné őket látni? Hát az én álmom az, hogy egészséges legyen. Legyen azonos önmagával, ahogy szokták mondani. Tehát bátran lázadjon. Valakinek ezt is csinálni kell. Valakinek vállalni kell az új az erejét és meghökkentését. És kinek nem, ha nem ő nekik. Csak jó irányba lázadjon, egészséges módon. A fiú, a fiatal férfi, az legyen férfi. Az a lány, az a
női lélek minden kedvessége, melegségét birtokolja. Ne mosódjanak egybe a nemek, hogy egy sejembe öltözött hosszú hajú, valami, nem tudom, már eunuknak látszó amorf lény a férfi, és egy káromkodó, cigarettázó, durva szörnyeteg a nő. Én nem hiszem, hogy ez lenne a jövő. A nemeknek a tisztántartása és boldog készülődése a házasságra, ez az én álmom. Tehát nem az önmegtartóztatást prédikálom okvetlenül, mert lehet, hogy ezt félreértik, hanem én a gyümölcsérlelésre biztatok, hogy idő kell a fiúnak férfivé válni, a lánynak nővé válni. Idő kell a házasságot megérlelni, és akkor kell házasodni. Mit lehet tenni ennek érdekében? Aki akarja a célt, az szoktuk mondani, a hozzávezető utat és a vele járó eszközöket is kell, hogy akarja. Ezért van a mi nevelési rendszerünkben ez a tulajdonképpen keménység. Hogy mi nem otthon döglünk valami kellemes diványon, egy félhomályos diszkó mélyén, és élvezünk és fogyasztunk. Bátran megyünk ki a hegyekbe, teszünk nagyon kemény túrákat, és nem nagyon zavar az időjárás, se a politikai, se a meteorológiai időjárás. Gondolkodás nélkül merjük a nehezebbet vállalni, a kényelmetlenebbet. Egy egészséges nevelés, amiben van versenyszellem, a magyar virtus megjelenik, a kamaszoknak az őrjöngés, az extázis megjelenik. Egy ilyen egészségesen, jól megélt ifjúságnak szerintem logikus következménye, hogy amikor jönnek a morális próbák később, az egzisztenciális nagy válságok, ami minden ember életében van, akkor azért itt nagyobb százalékkal a mieink talpon maradnak. A túlélés lehetősége sokkal nagyobb, mintha valami gondozatlanul hagynánk őket, vagy nem akarok bántani, más világnézetben nőnének föl. Nekem magamnak félárva gyerekként nagyon szép ifjúságom volt. Számomra ez felejthetetlen. És én a hegyeket is úgy jártam, többnyire először egyedül, magányosan, nagyon szerettem csavarogni és álmodozni, térképet nézni, hogy amikor egy döbbenetes szép pontra érkeztem, akkor mindig az jutott eszembe, hogy hát ide vissza kell jönni jövő vasárnap, de akkor hozott magammal másokat is. Szóval az élményeket meg kellett osztani. Ez egyszerűen egy leküzdhetetlen belső erő volt bennem, és talán ez az emberi alapja volt a papi hivatásnak, hogy amire rájövök, azt adni, szétsugározni. Honnan az indítatás, hogy ezt a hivatást választotta? Nincs indítatás. Minden ellene mondott annak idején a gondolatnak. Nekem is ugyanaz a lecke volt, mint a többieknek, hol a Sztálin feje, hol a Rákosi feje, harmadik elemibe. És egyszerűen nem kallottam el, apám minden este elővet, fiam, kivel játszottál, mit mondott a tanítónéni. Nézd, a tanítónének azt kell mondani, én meg megmondom, hogy hogy van az igazság. Apám olyan tekintély volt, hogy soha kettős nevelés veszélye fenn nem állt. Az ifjúsági közösség, amelyik mögöttem állt, tartott, nekem szinte családommá vált, és hitemet erősítette az akkor titkos budapesti regnumi ifjúsági közösség. Hát az is olyan volt, hogy nem küldött engem papnak. Teljesen magam észrevettem egyszerűen az Isten hívó, megszólító kegyelmét harmadik gimnazista koromban. Egy részegítő nagy élmény volt. Alig tudtam elaludni aznap éjszaka, és senkinek nem mertem elmondani, mert féltem, hogy hát, ha csak beképzelem. Azt múltak az évek, számtalan próba elé tettem önmagamat, és egyszerűen minden más lehetőség kihullott, egyedül ez maradt meg. Hogyan fogadta a család a döntést? Teljes elképedéssel. Majdnem azt mondom, hogy botrány volt. Ők erre nem számítottak. Elég antiklerikális volt a hangulat távolabbi rokonkörökbe.
próbáltak rögtön lebeszélni, hogy én csinos vagyok, normális vagyok, hát hogy képzelem. Aztán jöttek a papi viccek, adomák, és máig emlékszem, hogy idős nagybátyám, aki autodidakta régész ember volt, amikor nem sikerült neki ez a lebeszélési akció, közben ő kivándorolt Amerikába, aztán onnan csalódva visszajött felesége halála után. Nagybátyám írt egy levelet nekem Amerikából, maga eredeti stílusába, valahogy így, hogy kicsi fiam, egy öregedő ember írja neked ezeket a sorokat. Ha a katolikus papról akarnék írni, a legizzóbb színekbe mártanám tollamat. A becsület, a tisztaság, a tisztesség színeivel írnám le. Ha benned is csalódom, te leszel az utolsó pap, akivel szóba álltam életembe. Akkor derült ki, hogy nagybátyámnak antiklerikalizmusa mögött épp a fordítottja volt, egy éterjen tiszta papfogalom. Püspök úr, az előbb említette a Regnum Marianumot. Mi is volt ez tulajdonképpen? Talán máig is az egyetlen magyar eredetű újkori papi közösség, nem szerzetesi, hanem ez valami csodás keveréke volt az egyházmegyés papok szabadságának és a szerzetes papok fegyelmének, közösségi erejének. Az isteni kegyelem és az emberi szabad akaratnak egy nagyon sikeres összedolgozása, ahol a gyerekek csak azt élték át, hogy szenzációs az életünk, hogy itt minden érdekes, itt állandóan történik valami. Ez egy imponálóan megélt, friss, modern kereszténység volt, csupa humorral, csupa játékkal. Mi ezt vettük észre. Püspök úr, hogy teltek a tanuló évei az esztergomi papneveldében? Elég nehezen. 1959-ben a nagyvárosi forgatagból, budapesti piarista gimnáziumból érkeztem Esztergomba, és rémisztően, idegennek találtam az épületet. A falakon azok a barokk festmények, parókás főpap elődök, számomra egyszerűen ijesztő volt, nem is komikus, hanem ijesztő. Én évekig önmagamra gyanakodtam, hogy csak bennem lehet a hiba, hogy én itt a nehezen bírom. Őszintén szóval elég sokat sírtam is csendes, magányos perceimbe, és nagyon imádkoztam, hogy sikerüljön. De ugyanakkor egy ellentétes imát is mondtam 5 éven át, hogy kérem az Istent egyértelmű jellel, isteni jellel rúgjanak ki, ha nem vagyok odavaló, betegedjek meg, vagy bukjak el a vizsgán, mert én világesre akarok betolakodni. Hál' Istennek nagyon színes eredeti gárdát találtam. Ugyanaz a nagy szerencsém volt, mint a középiskolás évek alatt, ahol a budapesti piarista gimnázium tanári kara a régi magyar nyelvterületről összeadódó legjobb tanárokból alakult ki. Na most ez a csapat, aki 59-ben, mondjam, az kezelésbe vett, ez évről évre fogyott és faragódott, mert kegyetlen üldözés indult. Elsőre magának a püspöknek kellett távozni a Vámos Mikola községbe, házi őrizetbe, és attól kezdve egész amíg én végeztem 65-ig évente egy-egy jó tanárnak kellett elmenni. Aki jött utána, az is jó volt, csak valahogy szívünk sajgott, hogy azért mégiscsak lefelé megyünk. Balázs Béla megyés püspököt 2 meghatározó életrajzi esemény köti Esztergomhoz. A papneveldei évek után 1965-ben itt szentelték pappá. Majd több mint negyed század után az esztergomi bazilikában történt püspökké szentelése is. Káplánként, tehát beosztottként az első 6 évem Dunakanyarban, Nagymaroson egy boldog indulás volt, igen értelmes felnőtt és ifjúsági közösséggel, és egy szent életű öreg plébánossal, akiről így anekdotáztunk, hogy jobban fél az Istentől, mint az államtól, és ezért enged minket működni.
akkor látom, hogy a minisztránsaink, nagy fiataljaink bomolnak az Illés együttesért. Húgom, aki akkor élte virágkorát, erre-arra táncolva, szórakozva, mesél nekem Omegáról, fogalmam sincs, hogy mi az, hogy Illés meg Omega, szégyeltem is magamat, egy kicsit kezdtem odafigyelni. Televízióban látom a Levente arcát, láss, ne csak nézz. Az a éle, ereje a zenének is, a szövegnek is. Én azonnal, mondjam azt, rabja lettem a stílusnak, a műfajnak, nagyon tudatosan figyeltem, amerre jártam, mindenhol hanglemezboltokba kérve a napi listát, szinkronba voltam, legalábbis a belföldi zenével, minden irányt, ágazatot figyelve, az ifjúsági lelki gyakorlatokon, ezt 69 óta Pannonhalma, az volt a bemutatkozás, Pannonhalmi akkori érettségizi korosztály, attól kezdve én bebejátszottam a meditációkba egy-egy foszlányt, csak egy-két taktust. Hát az, mintha egy kézigránát robbant volna köztük, azonnal felfigyeltek, és hihetetlenül aláfűtött a mondani valónak. Na, utána aztán begyorsult. Akkor 6 év alatt 7 áthelyezés. 77 őszétől Bajoton ott már az egyház békén hagyott, és föl is futott az ifjúsági munka óriási méretekre. 1980 körül süteményt kavagok a konyhába, mikor csöngetnek, és megjelenik egy fiatalember sötét ruhába, fehér garbóval, és azt mondja, én a Bajóti plébános vagyok. Mondom, Jézus Mária, ez egy öreg ember. Igen, mondja, de meghalt. És én tudom a maga történetét, bemehetek? Tessék, mondom, és hát miről van szó. Ő volt Balázs Béla, annyira ő volt, hogy teljesen fölöslegesnek tartottam megjegyezni, de tény, hogy ő volt a Bajóti plébános, és az is tény, hogy rögtön közölte velem, hogy ő most újjáépíti a Bajóti templomot, egyáltalán újra szervezi az egész Miskulanciát ottan, és szeretné, ha megcsinálnám a keresztutat. Azonnal kiderült róla, hogy szabad szellem és emberi lény. Tudtam, hogy a fiatalokkal foglalkozik. És különösen nehéz terület volt Bajót véleményem szerint, bizonyára az ő véleménye szerint is, mert előzőleg, mikor ostrom alatt és azon a nyáron Bajóton voltam, tök ateista volt az egész falu. Balázs Béla munkássága leghosszabb, és eddig talán legtermékenyebb időszakát, majd másfél évtizedet Bajóton töltötte. Plébánosként csodát tette kicsiny településen, fölélesztette a hitéletet, összekovácsolta a hívők közösségét, mágnesként vonzotta ide a fiatalokat, valóságos szellemi centrummá varázsolta a falut. A Bajóti parókia, amelyet Balázs Béla épített, igazi otthona lett a híveknek. Nehéz szívvel vált meg a falutól, amikor 2 éve a Szent Atya Veszprémbe szólította segédpüspöknek, hogy aztán onnan Kaposvárra induljon egyházmegyét teremteni. Szia, Betonatya vagyok. Apád mindörökké, mert apád otthon van-e? Mikor jön meg? Jó, kérdezd meg. Igen. Jó, remek. Mondd meg, hogy a taszári főpap hívta őt. Jó, szia! Mindrök. A fiatalok Betonatyának nevezik püspök urat. Honnan ez az elnevezés?
valamikor 1952 környékén Bükkfensíkon, Iluskútnál táboroztunk nagy titokba, csendbe, és délután óriási futballozás volt. Nagyon élveztem, én voltam a bal hátvéd, ott revett rám. Magyarországon a legnagyobb egyház a katolikus egyház. Püspök úr szerint hazánk keresztény országa. Hát ez nagyon laza beszéd, hogy nagy a katolikus egyház, meg hogy milyen az ország. Részint ez titok, egyedül az Isten tudja. Ezt nincs az a statisztikus, aki föl tudná mérni, hogy mi van a fejek és szívek mélyén. Az is természetesen más, hogy mi a papírforma, mi a valóság. Az is más, hogy minek vallja magát a szájával, és mi ő a valóságban. Szerintem mi jóval kevesebben vagyunk, ha bizonyos jó értelmű kemény magra gondolok, azokra a győződéssel élik is. Szó sincs a lakosság 60-70%-áról. Elenyésző kisebbségben vagyunk, hiszen azért is nézünk ki mi magunk is így, meg a világ is így. Antal József néhai miniszterelnök úrnak a halálos ágyán hangzott el az a mondat, hogy keresztény Magyarországot akartam, mert csak ennek van jövője. Püspök úr egyrészt papként, másrészt a fiatalokkal foglalkozó, őket hivatása középpontjába állító emberként. Hogyan vélekedik erről? Mit jelent ez Püspök úr számára? Hát, kicsit sebeket fakaszt ez bennem, mert hát mi mást akarnék én is, mint ezt? Azért mondom, hogy sebeket fakaszt, mert 1959-ben, amikor én indultam, egészen rövid időn belül már kispapságom idején a legdurvább, drámai, trágárabb egyházi üldözés pattant ki, pedig abszolút tisztán éltünk, és egészen egyértelmű volt az akkori belügyminisztérium számára is, hogy mi kik vagyunk, és mégis így bántak velünk. Én egyszer ott kifakadtam drámaian, hogy uram, ne haragudjon maga engem úgy faggat itt, mint egy rablógyilkost. Azt nem számítja, hogy én ingyen dolgozom a magyar ifjúságért, hogy ne bzüljenek, ne igyanak, ne váljanak, hogy ez az ország álljon, menjen. Kicsit ironizálva mondtam neki, hogy április 4-én, május 1-én én az újságokat lapozom, keresem a saját nevemet, hogy hol vagyok a kitüntetettek sora között, és eljött, hogy megbecsülnének, itt így bánnak vele, mint egy rablógyilkossal. Szóval én akkor már tisztán láttam, hogy itten egy, bocsánat, szóval nem láttam, gyanítottam, hogy én egy vesztett csatába megyek bele. Itt szó sincs keresztény Magyarországról sajnos. Talán soha az életben nem is lesz, legalábbis az én életemben. De akkor is egyértelmű volt, hogy nekem ezt kell csinálnom. Nem csinálhatok mást. Úgyhogy szép, amit az Antal miniszterelnök mondott, mint egy óriási vízió, egy távlat. De ha így van, ha nem így van, nekünk akkor is ezt kell csinálnunk, amit teszünk. A rendszerváltozással a katolikus egyház is új esélyeket kapott a megújulásra. Tudott-e ebben élni az egyház? Az egyház újjászületését azt nem az állam engedélyezi, hogy most 3 éve szabad, tehát akkor most élhetünk. Éltünk mi azelőtt is, hanem itt én gondolom igazi probléma az, hogy honnan jönnek az új hivatások. Egy újabb generáció milyen bűvös ponton kezdi azt komolyan venni, azt a, bocsánat, így mondom, papolás szövegelést, ami hangzik körülötte. Mikor neszezik az ember, mikor kapja fel a fejét? A mi ifjúságunk az úgy telt el, hogy események voltak. Meghökkentő, eredetien gondolkodó papok. Bátran viselkedő édesapám, akit én elbűvölve néztem, hogy tud ő olyan karakánul viselkedni az üzembe, ganzmávakba, hogy előre bejelenti, hogy nem leszek ott a felvonuláson, nem azért, mert beteg leszek, hanem mert nem leszek ott, ezt előre bejelentette.
Na most ezek beleégnek a memóriámba, az idegzetembe. És gondolom a jelen meg a jövő is így gördül tovább. Meghökkentő emberekre van szükség, és meghökkentő eseményekre. És nekünk ez megvan a kottánk, megvan az alapszövegünk. Az evangélium pontosan egy ilyen meghökkentő szöveg, ami érvényes jelenleg is. Tehát ha egy-egy újabb nemzedék ezzel szembesül, azonnal reagál rá. Hát nem véletlen a szektáknak is a sikere. Azok se egészen bolondok, akik szóba állnak egy szektával. Ott fölfigyelnek valami tartalomra, valami rendkívüli dinamizmusra, valami óriási örömre. Hát most nem akarom a szektát mintául állítani, vagy követendő például, de hát természetes, így működik az ember. Így dobban meg a szíve. Egy karizmatikus fordulatra van szükség alapszinten, a bázisokon. Egy újra kristályosodásának kell lenni az egész magyar egyháznak. Ez indul baráti körökből, családokból, megújuló egyházközségekből. Elindult már, megy. Évek óta megy, hál' Istennek. Évek óta az újabb-újabb hivatásoknak, ami mennyiségileg csekély, de ha ezt a csekély megmozdulást nézem, ennek jelentős része már ezekből a körökből jön. A semmiből nem jön, egy langyunalomból nem jön. Hivatalnoknak majd bolond lesz elmenni, nagyobb fizetést kap máshol. És mivel tudna a katolikus egyház meghökkenteni, fölhívni magára a figyelmet, mondjuk a fiatalok körében? Tartalmával, ahogy a Hans Küng van gyönyörűen több mint 20 éve kifejezte, hogy a világ alapvitáira, amivel az ENSZ lopja az idejét, és semmire nem megy vele, a genfi tárgyalások, stb. Hát mi azt meg tudjuk oldani hosszú távon. Tehát a tartalomban van nekünk ilyen erőnk. És a papság alkalmas erre a feladatra? Lassan átalakul, és alkalmas lesz. Most mi késve hajtjuk végre a II. Vatikáni zsinatot, lassanként a világegyháza harmadikra készül, mi a másodikat utolérjük lassan. Tehát a nemzeti zsinatokat, pontosabban egyházmegyei zsinat, mert a nemzeti még hol van, tehát előbb a magyar egyházmegyei zsinatokat megtartjuk. Most idén nyáron az Esztergom Budapestit már kezdik, utána jön a Szegedi, a Veszprémi, ki tudja mikor a többi. Tehát ezek itt óriási belső változásokat fognak létrehozni, egy teljesen új szemléletmódját a dolgoknak. A papnevelésben éppen most egy hónapja jött Rómából a legújabb rendelkezés, hogy a papnövendékek életre való talpra esett nevelésben részesüljenek, állandóan szembesüljenek a hírekkel, a világ kihívásaival, a cölibátusra nevelés teljesen korszerű és pozitív ma már. Én magam tervezem azt, hogy most idén nyáron ezt a csöpkés gárdát, ami papnövendékeinket, hát úgy befogom, hogy az nekik gyönyörűség legyen, ne az, hogy na most még valamit kell a vakációba, hát ők nem világfik, hogy most süttessék a hasukat a napon valami balatonparti homokba, hanem szépen bekéreckedünk a rendőrkapitányságra, a járőrkocsik hátsó ülésére, figyeljenek meg raziákat, vonuljanak ki családi botrányokat, ott legyenek a kórházak intenzív osztályain, gyermekvédelmi intézeteknek minden nyomorúságát nézzék alulnézetbe, hogy az hogy van. Csillagtúra szerűen a püspöki központból ki fogunk járni vidékre naponta, jó papokat, rossz papokat megnézni, nem csak sikeres dolgokat, hanem botrányokat is, tehát megmártani őket az életbe, a maguk korosztályába megmártani, mert félek, hogy csak jegyzeteket látnak. Mondom is nekik, hogy gyerekek, azért a világban emberek is vannak, nem pusztán tankönyvek, meg diplomák. Hát a nyár erre való. Elegendő számú papnövendék készül a papi hivatásra? Kevesen vannak, de értsük meg, hogy egy ilyen eltaposott helyzetben az is csoda, az országban egyetlen egy papnövendék lenne.
Az is én szerintem csoda. Nem akarom nagyképű hasonlatokat halmozni, de egy balcó is elég volt Magyarországnak, hogy fölfigyeljen a világránk annak idején. Szóval ez majdnem az öttusához hasonlóan nehéz dolog ma normális, egészséges, modern papnak lenni. Itt tömeges mozgalmat nem várhatunk, de hál' Istennek elmozdultunk a nullpontról, és hát valami már van. És ez gyűrűzik odébb, egész biztos vagyok benne. Püspök úr, milyen a modern pap? Nem beszél el az emberek feje fölött, az arca nem hátrafacsarodva. A Bibliát nem, mint biblicizmust éli, a liturgiát nem, mint rubrikák halmazát, engedelmeskedni való szabályok tömkelegét. A modern pap, én azt hiszem, az, aki teljesen a jelenben él, nem csak politikai értelemben, hanem természetesen teológiai értelemben. Az Isten nem a háta mögött van, a világ teremtésekor, nem az égbe lakik, nem majd egyszer, ha meghalok, hanem ahol most vagyok, ott van az Isten, és ott van az ember nyajszava is, gondja, és a kettő egymásra kalkulált. És mikor lesznek a modern papok többségben? Hát ezt én nem vagyok valami haruspex, vagy tudom milyen jós, nem tudom. Mert ez szántóföld, ahogy Krisztus mondta. Jó mag, rossz mag itt keverve van. A legjobb, legmodernebb papnak is van árnyéka, az is elhibázik sok mindent. És az úgynevezett maradi vagy ügyetlen pap bámulatosan tud mégiscsak működni, ha az Isten megsajnálja és működik rajta keresztül. Úgyhogy mi eszközei vagyunk egy nálunknál jóval nagyobb erőnek. Püspök úr, politizálhat-e az egyház? Politizálhat-e a papság a szószékről? És ha igen, milyen mértékben teheti ezt? Meggyőződésem, hogy mindig is politizált, és kell is politizálnia, ha jól értjük ezt. Mi 40 éven keresztül kínos gonddal vigyáztunk, hogy a szó se csúszson ki a szánkon, a gyerekeknek politikai viccet se engedtünk mondani egy kirándulás közben, mert tudtuk, hogy egészen gonosz és egyoldalú módon azonnal minket beskatujáznának egy irányba, természetesen ellenséges irányba, és végzetes következményei lennének a lelkipásztori munkára vonatkozólag. Ez a rémuralom szerencsére elmúlt, és most tisztára lehet mosni újból a fogalmat. Tehát ahogy a művészet hozzátartozik az emberhez, szerintem a politika is. A közösségnek egy kultúrája, egy emelkedett fokú megélése a szeretetnek, a felelősségnek egyik kifejezés módja. Tehát kutyakötelesség. Akármiféle szentírási bibliai mondatból indul ki valaki, hát ha annak nincs egy gyakorlati kicsengése, akkor ugyan minek? Akkor ugyan az, amire mondta régen a nép, hogy ő papol, meg vizet prédikál. Mi lehet az oka akkor annak, hogy rendkívüli vitákat vált ki ez a téma, hogy a papság politizál, illetőleg, hogyha közvetett módon a szószéktől elhangzik egy politikai állásfoglalás, abból hatalmas nagy sajtó vízhang szokott kerekedni. Hát ennek sokféle oka lehet, mert lehet egy félreértés is, lehet, hogy a úgynevezett ellenfél, aki magát ellenfélnek tartja, én nem okvetlenül tartom őt annak, de mondjuk ő magát annak veszi. Arra gondol, hogyha itt 70 nem tudom hány százalék római katolikus van, akkor ez egy félelmetes politikai erő, tehát ha én eltüsszentem magamat a szószéken, akkor itt hanyat homlok rohannak valami irányba szavazni vagy választani. Hát ez egyszerűen nevetségesnek tartom. Abszolút nem ismeri a helyzetet, se a papság erejét, se a hívek létszámát, se a magyar temperamentumot, mert azért a magyar nem esik hasra okvetlenül a saját papja se előtt, miközben megsüvegeli és tisztelettel köszönti. Azért ő az önállóságát tartja. Na meg a papjainak van annyi esze, hogy nem mond olyat,
amivel rosszabbá tenni a helyzetét a hazájának, népének, vagy a vallásának, úgy értve, hogy ha itt mi a gyűlöletet fokozzuk a választásokig hátralevő időben napról napra, akkor nyilvánvaló, hogy az Isten országát gyengítjük, mert az Isten országa a öröm, béke, a szeretet a Szentlélekben. Tehát senki ne várja tőlünk azt, hogy mi itt személyi ellentéteket szítsunk, vagy egy ilyen pártpolitikába belemenjünk. De azt viszont joggal elvárja tőlünk az ország, hogy ne hagyjuk cserbe. Tanult emberek, a papok főiskolát végzettek, azért valami etikai érzékük van nyilván, és ez abszolút, ez szigorúan kötelezi őket, hogy azokat a hozzájuk képest egyszerűbb, nem egyszer tudatlan embereket megsegítsék a tisztánlátásba és a döntésben. Jelmondatom, betlehemi csillagom, amit én már a papságom elejétől választottam, és püspökségemben is ez a jelmondat Szent Pál egyik leveléből, számomra az élet Krisztus, folytatódik a szöveg egyébként úgy, hogy a halál pedig nyereség. Tehát az élet Krisztus egyértelmű, hogy ahogy a Szent Atya nevezi, a halál filozófiái és különböző dőlésszögei és bomlás jelei között mi nekünk az életet kell képviselni. Egy félelemben pácolt ország van körülöttünk, ahol mi nekünk az örömembereinek kell lenni. Ahogy már mondtam, túl tehetséges a magyar, és nem tud második lenni. De meg kell tanítani azért, mégis testvériségben élni. Tehát nekünk az egész életünk úgy látszik erre megy rá, a békekötésekre, a barátságszerzésekre, az öröm szétsugárzására. Egy kicsit a fiatalosságot kell belevinni egy öregedő világba. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.